25 és 65 év között népegészségügyi céllal egyszeri, negatív eredményű szűrővizsgálatot követően 3 évenként méhnyakszűrés, 45 és 65 év között 2 évenként emlőszűrés, 5 és 70 év közötti életkorban 2 évenként vastag és végbélszűrés. Ezeket a vizsgálatokat fogják érinteni az új szabályok. Ha valaki a kötelezettségnek nem tesz eleget, az egészségügyi államigazgatási szerv a vizsgálatot határozattal rendeli el, amely azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható. Ennek az új rendszernek a bevezetését egyesek örömmel fogadták. Teljesen jónak találom, ki lehet szűrni a betegségeket, a rákbetegségeket, stb. Igen, ez egyetértek vele teljesen, teljes mértékben. Magyarországon nagy probléma, hogy a súlyos és sok esetben már előre haladott daganatos betegeket sokszor csak nagyon későn diagnosztizálják, ami az intézmények leterheléséhez és a költségek megnövekedéséhez vezet. Néhányan az ország általános egészségi állapota miatt értenek egyet a kötelező szűrések bevezetésével. Mert szerintem eléggé lent van a magyaroknál az egészség szempontjából minden nap. Egy nem jutnak el rendes vizsgálatokra, bekényszerítik őket a magárendelésekre, amit nagyon sokan nem tudnak megfizetni. Felvetődött a szexárdiakban az is, hogy a kórházak már így is túlterheltek. Vajon hogyan fognak boldogulni a még több vizsgálat lebonyolításával? Vannak, akik a módszereken változtatnának a betegségek kiszűrése érdekében. Mindig, amíg nem voltam beteg, akkor is jártam, most pedig kötelező az alapbetegségeim miatt. Hallottam a rádióban, hogy kötelezővé teszik a szűrést. Nekem ehhez van egy megjegyzésem. Nagyon jó, de nem ilyen formában tenném ezt a rákszűrést, ugyanis a CT világában sokkal egyszerűbb és fájdalommentesebb, kíméletesebb módszer lenne a CT vizsgálat. Ugye az az egész testre kiterjedő vizsgálat. Nem vigyázunk magunkra. Ez a kijelentés többször elhangzott a helyiektől. Akad azért kivétel, van, aki rendszeresen jár a kórházakba megelőzés érdekében. Mammográfiára rendszeresen járok, vastagbélszűrésen is voltam, tehát ilyen mindenhol megyek, ahova kell. Csontritkulás vizsgálatra járok, úgyhogy ott vagyok. A változtatás célja, hogy a súlyos betegségeket időben felismerhessék, hiszen a korai diagnózis jelentősen növeli a gyógyulás esélyeit és csökkenti a kezelés költségeit.